Köszöntöm kedves nézőinket, Civil Körkép című műsorunkat látják ebben az évben először. Tavalyi fogadalmamhoz hűen idén sem maradnak majd információk nélkül, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, mi minden történik a civilek házatáján. Kezdjük mindjárt egy adakozással. Tavaly elektronikus úton küldték ki a karácsonyi üdvözlőlapokat a Greiner Biován Kft. Dolgozói. A megtakarított összeget a cég megduplázta, és így 300 ezer forint jött össze. A dolgozók véleményét kikérve arra jutott a vezetés, hogy ezzel a pénzzel Rémai Gráfő Fanni gyógykezelését támogatják. Az adomány átadásán a családot Fannika nagymamája képviselte. A Greiner Biován Kft. Előző évben nem postai, hanem elektronikus úton küldte ki karácsonyi jókívánságait. Ennek az ötletnek köszönhetően 150 ezer forintot takarított meg a cég. A vezetőség úgy döntött, ezt az összeget megduplázza és jótékony célra ajánlja fel. A munkatársainkat megkérdeztük, hogy ők mit javasolnak. Számtalan javaslat érkezett, és azok közül pedig mégis a vezetőség megszavazta, hogy a Fanni gyógykezelésére fordítanánk ezt az összeget, ez 300 ezer forint. A cég azért ezt a módszert választotta a jótékonykodásra, mert ez gyakorlatilag nem jelent pluszköltséget a Kft.-nek sem, emellett pedig egy nemes ügyben vehetnek részt. Egy cégnek a társadalmi felelősségvállalás az egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a közvetlen környezetében, a közéletben, vagy a közvetlen környezetének úgy tudjon segíteni, ahogy tud, és hogy részt vegyünk mi is a város életében, hiszen itt élünk. A Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület a zeneiskola felkérésére gyűjti az adományokat Fanni javára. Első szóra az ügy mellé álltunk, és felajánlottuk a számlaszámunkat, hogy ez a számlaszám ez ma is él, hiszen rendkívül költséges a Fannikának a gyógykezelése. Az egyesület továbbra is folyamatosan gyűjti a felajánlásokat a leukémiás kislány gyógyulására. Eddig nagyon szép adomány gyűlt össze, amit nagyon szépen köszönünk a város lakosságának és a környék lakosságának. És mivel a gyógykezelés két éves, ezért továbbra is gyűjtjük az adományokat. A számlaszámunk megtalálható a Moson-Magyaróvári Civil Szemle havilapban, és egyéb módon is közzé tesszük, és továbbra is várjuk a segítséget. Az adomány átadásán a családot Fanni nagymamája képviselte. Azt mondta, hihetetlen Fannika ereje, sokszor ő erősíti a családot. A helyzetéhez képest jobban van, ezt az is mutatja, hogy újabban sokat rajzol, de még sok küzdelem vár unokájára. A mostani részben az utolsó etapot csináljuk, és utána jön a befejező rész, ami egy hosszadalmasabb, több napot, 54 napot venne igénybe. Bízunk benne, hogy sikerül túlvészelnünk ezt a nehéz időszakot, és Fannikát akkor itthon tudjuk majd a család körében. A nagymama a család köszönetét fejezte ki a városlakók, vállalatok segítségéért. Jó érzéssel tölti el őket, hogy ilyen sokan állnak mögöttük a nehéz küzdelemben. Minden évben nagy izgalommal várjuk, kik a város kultúrájáért díjának várományosai. Idén egy olyan közösséget választottak, akiket mindenki jól ismer, hiszen számos rendezvényen, városi eseményen részt vesznek, színesítik azokat. A Baráti Kör a Művészetért Alapítványról van szó. Most nézzük, milyen sokszor leptek meg minket. Az az érzés maga, hogyha valaki fennáll a színpadon, és a nézők élvezik, amit csinál, és én azt is szeretem, ha játszatok valaki mást, ami nem én vagyok, és más oldalamat is megmutathatom. Idén a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány vehette át a Magyar Kultúra Napján a város kultúrájáért elismerést. A díjazottakat városszerte főként a színpadról ismerhetjük. 2011-ben Gyurkovics Tibor Isten Bokrétája című művét állították színpadra. Elsősorban azt kell tudni, hogy december 18-án lenne Gyurkovics Tibor 80 esztendős, és erre az alkalomra készül ez a darab. Azért pont december 18-án lesz a bemutató, mert ugye akkor lenne a születésnap. Az alapítvány keretein belül működik a Teátrum Ad Flexum. Az új helyi iskolával együttműködve sok gyermek lép a színpadra. Számtalan sikeres darab színrevitele fűződik az alapítványhoz.
Legutóbb a Valahol Európában című művet állították színpadra. Nagyon-nagyon nehéz volt az út, nagyon-nagyon sok gyerekkel kellett foglalkozni, de ugyanakkor hálás is volt. Nagyon-nagyon jól álltak hozzá, hál' Istennek a szülők ehhez a dologhoz. Nagyon-nagyon sok próbánk volt, és eléggé nehéz is. De én azt gondolom, hogy reményeim szerint a premier az viszont nagyon-nagyon jól fog sikerülni. A város különböző rendezvényein is gyakran részt vesznek a társulat tagjai. A szociális munkanapján a Mesterek játékából adtak elő egy részletet. Itt az egész társaság? Legjobb lesz olvasd fel őket névről névre, lista szerint. Itt vagyon a lista. Mindazon férfiak nevéről, kik az egész városban méltónak találtattak arra, hogy a mi komédiánkban Szent Iván estvéért a nemes publikum előtt fellépjenek. Az ország több pontján Szent Mihály napján megrendezett Szeretlek Magyarország Moson-Magyaróvári helyszínén műsorukba szőve gyújtották meg a tüzet. Én holdbeli ember vagyok, egyéb senki. Ez a tüskebokor az én bokrom. Ez a kutya az én kutyám. Városi megemlékezéseinken is gyakran találkozhatunk az alapítvány tagjaival. Így volt ez október 23-án is. Nem csak a vallató szobában, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokságban, nem csak a csak sötéten lobogó várbeszédben, beismerésben, rabok borzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokságban. Nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, abban, ahogy a hullát a gödörbe húzzák, nem csak a tippon félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hírekben, a szájáig kapott új pszcében, hogy ne mozdulj! Hol zsarnokság van ott, zsarnokság van. 2013. október 26-án a Városi Gyásznapon is a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány tagjai adták az ünnepi műsort. És civil életét meghatározza a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány tevékenysége hosszú idő óta. Az elmúlt évek színvonalas tevékenységéért, amelyből most egy pici szeletet láttak, érdemelték ki a Moson-Magyaróvár város kultúrájáért díjat. Egy buliban Chaplin, a Szabadságszobor és néhány apáca. Erről szólt a Farsanga Nők a Városért Egyesület maskarabáján, ami a tagok egyik legkedveltebb rendezvénye. Az idei volt a 17. alkalom, hogy állarc mögé bújt az egyesület. A 17. maskarabál, a Nők a Városért Egyesület egyik legvidámabb közös estéje. Rengeteg volt az ismerős, és lényegesen többen érkeztek az idei bárra, mint pár éve, mondta az egyesület elnöke. Bárki jöhet, és bárki beöltözhet maskarába. Nem kötelező, de aki úgy érzi, hogy szívesen beöltözik, örömmel várjuk, mert értékes jutalmakat is kapunk. Néhányan be is öltöztek. A sok érdekes jelmez közül az egyik legfeltűnőbb az apáca volt. Egy nagyon családias hangulatú, és nagyon évek óta ugyanazok a csapatok, egy kicsit kibővülve eljönnek, elvesznek, visszajönnek. Egy nagyon szuper csapat, nagyon jól érezzük magunkat, isteni jó a hangulat. Az apácák mellett láthattunk hercegnőt is, a bál vendége volt Chaplin, sőt még a Szabadságszobor is megjelent. Tavaly terveztünk egy New York-i kirándulást, és a Szabadságszobrot tavaly bezárták felújítás miatt, és idén júliusban nyitották meg, és akkor jött az ötlet, hogy hát miért ne, van egy ilyen világos kék anyagom,
erre talán föl tudom használni. Úgyhogy így jött az ötlet. És dolgoztam rajta a maskarabál előtt, és titokba tartottam, hogy mi leszek. Különleges produkció következett a megnyitó után. Pásztor Ádám énekelt a vendégeknek. A Városért Egyesület következő nagyszabású rendezvénye egy jótékony süteménysütés lesz márciusban. A bevétellel egy beteg gyermeket támogatnak. Folytatjuk Civil Körkép című műsorunkat. A mai adás vendége Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye ön az, aki mindent tud a civilekről, megpróbálja összefogni azokat, és hát a Civil Szövetségnek is valahol ez a célja, mi mindent kell tudni még a szövetségről. Hát ez túlzás, hogy mindent tudok azért, de igyekszem figyelni a városnak a civil folyamatait, és hát valóban azért az átlagnál talán többet tudok a civileknek a tevékenységéről. A Civil Szövetségről tudni kell, hogy 2005-ben alakult ez az érdekvédelmi szervezet, és jelen pillanatban 26 tagszervezete van, tehát 26 tagegyesületet, alapítványt fog át a Civil Szövetség. Tevékenysége, érdekvédelem, illetve tanácsadások, van egy nagyon jól működő könyvelési szolgáltatásunk, amit 2014-ben már 14 szervezetnek nyújtunk, hiszen tudnivaló, hogy 2011-ben az új civil törvény elfogadásával a közhasznú szervezeteknek kötelező volt a kettős könyvitelre történő átállás, és ez nagyon sok egyesületnek, alapítványnak gondot okozott, és erre főszerveztük meg 2012-ben a civil könyvelést. A Civil Szövetség működteti a civil kerekasztalt, ez egy 2009-ben alakult formális fórum a város önkormányzata és a Mosonmagyaróvári civil társadalom között. Egy évben általában 4 ülést tart a civil kerekasztalt, mindig aktuális civileket érintő témákat veszünk elő. Például legutóbb, decemberben volt az utolsó ülésünk, a Győri törvészének a bírónőjét hívtuk meg, aki tájékoztatást adott a civileket érintő jogi problémákról, eljárásokról, hiszen köztudomású, remélem, hogy köztudomás most már civilek között is, hogy 2014. május 31-ig minden közhasznú szervezetnek ismét kérni kell a Győri törvényszéken a közhasznúvá minősítést. És ezt megelőzően szeptemberben volt a civil kerekasztal ülése, akkor pedig a elfogadás napján az esélyegyenlőségről beszélgettünk, meghívtunk 2 fogyatékosokkal foglalkozó szervezetet, és az ő problémáikat, örömeiket vettük górcső alá. Akkor most összefoglalom magyarul. Annak a civil szövetségnek, aki valamit szeretne elérni, illetve ugye nyitni és a többiek felé, meg információkhoz szeretne jutni, az mindenképpen ott a helye önök között, hiszen olyan információkkal, olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, illetve olyan összefogó erő van az önök kezében, hogy ezt mindenképpen megéri, hogy önökhöz igen, legalább néhányszor havonta bekopogtassanak, és azt mondják, hogy akkor most mik a legújabb trendek, miben tudnak nekem igen segíteni, tehát ez azoknak a szövetségeknek is nagyon-nagyon jó, akik igen ebben részt vesznek, hihetetlen információkat kaphatnak. Tehát azt azért el akarom mondani a televízió előtt is, hogy a civil szövetség nem csak a tag közösségeinek szolgáltat, hanem a város civil társadalmának. Tehát valaki akár tag, akár nem tag, ha bejön a Pacsirta utca 14 szám alatti irodánkban, ott igyekszünk neki segítséget nyújtani, igyekszünk a problémájára megoldást találni. Mivel foglalkozik még a szövetség, vagy így összefoglaltuk nagyjából ez az a tevékenységi kör, amit így felölelnek? Igen, hát még vannak apró programjaink, például örömmel mondhatom, hogy mivel az elmúlt év végén igényként merült fel a civil szövetség tagjai részéről, hogy kevés a kötetlen összejövetel,
Ezért január 11-én az egyik tag szervezetünkkel, a Lehetőség Családoknak 2005 alapítvánnyal közösen a civil szövetség megszervezte a 8. jótékonysági bált, ami nagy sikerrel történt meg a Haller János Általános Iskolában, és akkor még az a tervünk, hogy nyáron még lesz egy piknik jellegű rendezvény a Mosony-Duna partján, tehát ezzel a két eseménnyel próbáljuk oldott formában is azt az együttműködést, azt a közösségépítést szolgálni, ami a civil szövetségnek nagyon fontos feladata. Nagyjából tehát körülírtuk azt, hogy önök mivel foglalkoznak, mivel lehet önökhöz fordulni. Civil szempontból, tehát nem feltétlenül az önök szempontjából, a szövetség szempontjából, hanem a civil közösségek szempontjából, hogy látta, milyen volt a 2013-as év, hogyan tudná értékelni? Nehéz, de eredményes volt a 2013-as év, tehát azt mondhatom el, hogy a város önkormányzata továbbra is nagy figyelmet fordít a civil szervezeteire. Tudni való, hogy mintegy 150 civil szervezet működik Moson-Magyaróváron. Ennek egy része az nagyon aktív, egy harmad része nagyon aktív, egy harmad része egy évben egy-két nagy rendezvénnyel rukkol elő, egy harmad része pedig hát alvó szervezet, de minden esetre van egy 100 aktív szervezet. Az önkormányzat nem kevés. Magát a számot nézzük, igen. Ugye ezért gondolom itt a taglétszám is változik, de mi az a minimum, amivel mondjuk egy ilyen civil szövetség bír? 3-4 ember az még nem. Egyesületnek legalább 10 alapító tagjának kell lenni, tehát legalább 10 alapítónak kell lenni egy egyesületbe. Azt elmondhatom, hogy a civil szövetség tagszervezetei összesen 3200 taggal rendelkeznek. Tehát ez egy óriási szám az azért. Az hihetetlen sok, legalábbis úgy tűnik. Tehát mi is meglepődtünk, amikor összeszámoltuk, hogy hány tagjai vannak a tagszervezeteknek, és ez 3200 főt adott. Ez a városnak a 10%-a, tehát elmondható, hogy nincs olyan család a városban, akinek valamelyik családtagja valamelyik egyesületben nem tag. Melyek azok a szövetségek, amelyek csoportok, amelyek a legtöbb taglétszámmal bírnak? Ki tud egyet-kettőt emelni közük, akik nagyon sokan vannak? Igen. Hát ugye a Mofim Horgász Egyesület és a Moson-Magyaróvári Városi Horgász Egyesület tagunk, ez maga 600-600 főt jelent. Azt a mindenit. Igen. Akkor a mozgáskorlátozottak egyesülete 450-500 tagot jelent. Tehát ezek a legnagyobb taglétszámú egyesületek a civil szövetsége. Ennyi horgász van Moson-Magyaróvár? Igen. Tehát emellett van még más horgász egyesület, és ezt a két legnagyobb taglétszámot sikerült a civil szövetségbe bevonni, és ez 1200 embert jelent. Legkisebb, vagy őket hagyjuk inkább? Hát a legkisebb az 15-20 fős, tehát mi nem a taglétszámon mérjük le egy szervezetnek az erősségét, hogy milyen erős nyomot hagy Moson-Magyaróvárnak a kulturális, a közéletében, hiszen lehet egy kis létszámú szervezet is nagyon aktív, és lehet egy nagy szervezet is úgymond alvó szervezet. Tehát nem a taglétszámon múlik. Mi mindennel foglalkoznak egyébként ezek a szervezetek, ugye most a horgászokat emlegettük, vagy említettük, mozgáskorlátozottakat említettük, hát ők nyilvánvaló, hogy miért tömörültek egy szervezetbe, de kik vannak még, akik ilyen nagyon jellemzők, vagy érdekes foglalkozást űznek, tevékenységet űznek? Hát ugye a legutóbb csatlakozott alapítvány az az autista és autisztikus sérültekért alapítvány, tehát ők egy speciális célcsoporttal a Moson-Magyaróvár és kistérsége autista lakóival foglalkoznak, de elmondhatom, hogy Moson-Magyaróvár civil társadalma szinte lefedi a város valamennyi tevékenységi körét, hiszen van közöttük kultúra, sport, környezetvédelem, településfejlesztés, egészségügy, oktatási, tehát a teljes területet lefedik a civilek. Mik voltak azok a rendezvények, vagy nagy megmozdulások az elmúlt évben, amiben mondjuk a civilek nagyon aktívan részt vettek, vagy akár ők hozták létre, ők hívták életre? Hát én nagyon nagy rendezvénynek tartom a makettkiállítás és versenyt, amelyet a civil szövetség tagszervezete, a Moson-Magyaróvári Makettező Egyesület hozott létre, hiszen az egyesület képviselői elmondták, hogy Európa 3 legnagyobb
makett kiállítások között tartják számon a Moson-Magyaróvári rendezvényt. Ez hagyományosan ugye áprilisban van, de ugyanakkor kicsit hazabeszélek, nagyon nagyra tartom a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület 23-szor megrendezett Moson megye színjátszó találkozóját, amelyet az elmúlt évben májusában rendeztünk meg. Ez egy 2,5 napos a város, sőt a Kárpát-medence amatőr színjátszó csoportjait megmozgató kulturális esemény, de több olyan rendezvény volt, amin a civilek kitettek magukért. Nagy érdeklődéssel találkoztam most a belvárosi üzletkör klaszter egyesület képviselőivel, akik szintén érdeklődnek a civil szövetség iránt és bekívánnak kapcsolódni. Ők az elmúlt év nyarán hirdették meg a Kult utcát. Ez a minden csütörtökön. Így van, és nagy sikerrel folyt ez a rendezvény, tehát idén szeretnének egyesületbe tömörülni, és még hatékonyabban szeretnék ezt a Kult utcát működtetni. Tehát mindig vannak új kezdeményezések, de nyilván vannak hagyományokkal rendelkező rendezvények is. Ugye hihetetlen, hogy mennyi minden történik, mindig amikor így összefoglaljuk, akkor esik le az embernek, hogy ez is a civilekhez köthető, az is a civilekhez, mert mindig van egy-egy esemény, egy-egy rendezvény, akkor azt elkönyveljük, de amikor így összefoglalóan mondjuk nézünk egy évet, vagy egy fél évet, olyankor derül ki, hogy azért nagyon élénkek itt a civilek a városban. Ugye beszélgetés alatt említettem, hogy én különös figyelemmel tekintem a civilek tevékenységét. Nincs olyan hét, nincs olyan nap, amikor ne lenne valamilyen civiles esemény itt Moson-Magyaróvárott. Hadd mondjam el itt, hogy most szombaton lesz majd a második kolbásztöltő fesztivál. Ez is egy hagyományőrző rendezvény, amelyet a Mosoni Duna Hajós Egyesület szervez, és báli szezon, tehát több civil bál is lesz az elkövetkezendő hetekben, amelyre hát nyilván, hogy minden egyesületi tag készül, várja ezt a báli eseményt. Mennyire összetartóak egyébként itt a civilek? Ugye gondolom azért, akik önöknél megfordulnak, az ön tagjaik azért azok? Igen, tehát azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok civil kezdeményezés van, ami már konzorciális együttműködésben valósul meg, tehát egy civil szervezet összefog egy másik civil szervezettel, és a programját így valósítja meg, vagy ha nem is összefog, de kéri a segítségét. Tehát erre is tudnék több példát mondani, hogy ez megvalósul. Hogyan tudják egyébként egymást segíteni a civilek? Úgy gondolom van ez a civil kerekasztal, meg egyéb helyszíneken is találkoznak, tehát mi az az információ mondjuk, ami segítheti egyik a másikat? Igen. Mi 2010-ben felmértük a város civil társadalmát, egy adatlapot töltettünk ki minden általunk ismert civil szervezettel, és ez az adatbázis, ez fönn van a civil szövetség honlapján, a www.mocis.hu honlapon, tehát ez alapján, ez tartalmaz az egyesületnek az alapadatai, tevékenységi körét, főbb rendezvényeit, adószámát, bankszámlaszámát, ha valaki támogatást kíván nyújtani ezeknek a szervezeteknek, tehát ez alapján is lehet tájékozódni arról, hogy melyik egyesület mivel foglalkozik, hiszen a név alapján nem biztos, hogy kiderül az, hogy a szervezet mivel tevékenykedik. Milyen a támogatottságuk? Tehát kívülről mondjuk mennyire kapnak segítséget a civilek, hogy látja? Akár egy ilyen rendezvényekhez, hogyha mondjuk valamit össze akarnak hozni, és nyilván el kell menniük, úgymond kilincselni, hogy... Igen. El kell mondanom, hogy Moson-Magyaróvár önkormányzata kiemelkedő támogatója a Moson-Magyaróvári civil társadalomnak. Nagyon sok olyan kis szervezet van, aki már nem tud elérni egy országos forrást. Ezeknek létfontosságú az a támogatást, amit a város önkormányzata pályázati alapjain keresztül nyújt ezeknek a szervezeteknek, és örömmel mondhatom, hogy a város nehéz gazdasági helyzete ellenére ezek a pályázati alapok nem csökkentek, szinten maradtak, és ez rendkívül fontos a civileknek a támogatása, rendezvényei megvalósítása ügyében. Az országos források tekintetében némi szűkülés tapasztalható, tehát ugye korábban volt ez a Nemzeti Civil Alapprogram, amelyből nagyon sok szervezet kapott működési támogatást, vagy szakmai támogatást programjaira. A helyette 2012-ben indult Nemzeti Együttműködés
költségvetési alapban kevesebb pénz van, tehát az országos költségvetési helyzettel összefüggésben kevesebb pénz van, és ennek arányában csökkentek ezek az országos források, amelyeket a mosonmagyaróvári civilek is elérhetnek. 2014, mi az, amire rámennek, amire azt mondja, hogy erősíteni akarnak? Tehát mik a nagy-nagy álmok, vágyak, tervek erre az évre? Hát a civil szövetség már ugye egy programot elindított, hiszen szeretnénk még inkább erősíteni a kohéziót a tag szerzetek között, és ennek érdekében arra gondoltunk, hogy egy belső hírlevelet indítunk el, amelyet minden a szövetség minden tagjának küldöttje kap meg. Ebből a belső hírlevélből már kettőt elkészítettünk, és kiküldtünk e-mailben a küldötteknek. Tehát én ezt rendkívül fontosnak tartom, hogy még szorosabbá váljék az együttműködés, a kapcsolattartás, az információ csere a civil szövetség tagjai között. Ugye ezt a célt szolgálja ez a két kötetlen összejövetel, a bál és a nyári piknik, ahol szintén várjuk a civil szövetség tagjait annak érdekében, hogy megismerkedjenek egymással, és tudjanak egymás tevékenységéről, hiszen sokszor nagyon felszínesek ezek az ismeretek, amelyeket egymás tevékenységéről tudunk, tehát ezeket nem árt elmélyíteni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt megosztotta velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt már az idei év első civil körképe. Tartsanak velünk legközelebb is, kövessék nyomon a civilek életét. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!